Szia! Eltelt 7 évben gyakorlatilag nem más csináltam, mint füleseket vásároltam, illetve hozzájuk ugye mikrofont, hogy minél jobb legyen a hangminőség itt YouTube videók alatt, viszont ezek kisebb-nagyobb sikerrel teljesültek csak, és gondoltam, hogy az eddigi repertoár, ami összegyűlt a 7 év alatt, érdekes lehet számodra is, hogyha netán mikrofont keresnéd és headsettel szeretnéd megoldani, nem pedig valami asztali mikrofonnal, akkor végül is Árkategória szerint körülbelül milyen minőséget kapsz a pénzedért, úgyhogy lássuk is akkor, hogy milyen mikrofonokkal versenyzünk, illetve, hogy azoknak milyen a hangminősége úgy, hogy semmilyen beállítás, korrigálás a gyári állapothoz képest nem fog történni a videóban, így nem fogom személyre szabni az OBS-ben, vagy Audacity-ben, vagy bármely más egyéb programban, hogy a beállítások optimalizálják a mikrofont, hanem a gyári állapotát kapott meg. Úgyhogy dölj hátra és élvezd a videót. További szép napot, pápá! Pá. És akkor következzen az első versenyzőnk, ami nem más, mint a leges legutoljára beszerzett Xbox Viralize headset, ami használható nevéből adódóan Xboxhoz kizárólagosan Bluetooth-tal rohadt jó szól, viszont a mikrofonja ugye nem használható alapból. Az Xbox-szal csak egy kis pepecselés után, illetve használható Windows 10-el és Windows 11-el ugyancsak Bluetooth-tal, vagy pedig egy olyan átmeneti megoldással, mint én, hogy egy USB-C hosszabb gyári kábel helyettesítővel szépen csatlakoztatod a gépethez és úgy használod. Ez pedig akkor a hangmintája az Xbox Viralign, headsetnek az ára pedig, jelen pillanatban a boltban elég nagy a szórás, ugyanis 36 ezer forinttól egészen 45 ezer forintig terjedő skálán tudod elérni a különböző boltokban jelen pillanatban. Ez pedig akkor nem más, mint az Airpods 2, egy iPhone 12 höz csatlakoztatva, ugyanis a gépben nincsen Bluetooth, így nem lehet ahhoz csatlakoztatni. Két éve lett vásárolva 40 000 forintért, és ilyen a mikrofonja. Mostani versenyzőnk akkor a szívszéri CBD V2 6 éves füles, 24 ezer forintért vásárolva akkor, és sok videóban találkozhattál ezzel a mikrofonnal, hiszen szinte a videók 80%-át ennek a fülesnek a mikrofonjával vettem fel. A következő versenyzők pedig akkor egy Panasonic RZ kötőjel S500W nevű kis bluetoothos headset, ami körülbelül, amikor én vásároltam tavaly egy évvel ezelőtt, akkor 30 ezer forint volt, most pedig nézve az árakat, ez bizony már 49-51 ezer forint közé csúszott fel, úgyhogy ami jó benne az az aktív zajszűrés, illetve basszus kiemelés és stb ezt a hangminőséget éred el, hogyha a mikrofonját fogod használni. Persze laptophoz és minden máshoz is csatlakoztatható, csak egy bluetooth kell hozzá. Ez a füles nem más, mint a HyperX Cloud 2 és annak mikrofonja. A HyperX Cloud 1 is megvan, viszont annak a mikrofonját szétrágták a kutyák, így azzal már felvételt készíteni számodra nem tudok, viszont nem szenvedünk hiányt, hiszen mind a két dobozban, mind a két füleshez ugyanolyan csat felcsatolható mikrofon jár. Ez a füles a HyperX Cloud 2 30 ezer forintba került körülbelül 4 éve, a HyperX Cloud 1 pedig körülbelül 5 éve lett vásárolva 25 forintért. És ilyen a hangjuk.